Bár a társadalmi körülmények hosszú időn át nem engedtek teret a művészetnek, a tehetség nem veszett ködbe Székelyföldön. Gyárfási Jenő ragyogása után a 19. és 20. század fordulóján már jelentkeztek a nagymesterek Nagy István, Márton Ferenc és Zsögödi Nagy Imre személyében, akik megteremtették azt a művészeti légkört, amely a Székely Festőiskola kibontakozásához vezetett. Nemzedékek sora váltotta egymást olyan temperamentumos művészekkel, akiknél ott legbelül mindig izzott a parázs, vagy égett a tűz, és ha kellett, teremtő kezükkel a napot is megfaragták. Gál Andris hamarán vette észre, hogy merre fele megy az európai művészet, és az elvonatkoztatást tartotta fontosnak. Az, hogy mutassuk meg, hogy a Székely táj is tud geometrikus lenni és konstruktív lenni. Nagyon tömör a világunk, az életünk is kemény. Olyan kell legyen a képzőművészet vizuális formába, mint egy közmondás. Annak ellenére, hogy az elmúlt 100 évben milyen nehéz körülmények között élt az erdélyi magyarság, a székelység, a művészeti teljesítménye figyelemre méltó. Alig akad még egy ilyen anyaországától elszakított népcsoport a világon, amelynek soraiból ennyi képzőművész tehetség került ki, akik gazdag életművükkel gyarapították Európa kultúráját.